Magyarországra érkezett az izraeli kormányfő, emiatt több helyen útlezárások nehezítették a közlekedést, lehelyeztették a csatornafedeleket, rendőrök, mesterlövészek, tűzszerészek, valamint élelmiszervegyészeti szakemberek gondoskodtak Benjamin Netanyahu biztonságáról. Legutóbb Vlagyimir Putyin februári villámlátogatásakor voltak ilyen mértékű biztonsági intézkedések Budapesten. A rendszerváltás óta most először érkezett izraeli miniszterelnök Magyarországra. A tények összefoglalója után ezzel a témával kezdünk. Tilos parkolni a belváros egyes részein az izraeli miniszterelnök Benjamin Netanyahu látogatása miatt. A legmagasabb szintű biztonsági fokozat van érvényben Budapesten. Éppen ezért szakaszos lezárás volt a reptérről bevezető utakon, és erre lehet számítani a következő néhány napban a belváros egyes részein is. A további napokban korlátozásra kell még számítani a Bajcsy-Zsilinszky úton, illetve az Alkotmány utcában, a Kossuth-Lajos téren, valamint a Budai várban, illetve a Lánchídon és az Erzsébet hídon is. Az izraeli miniszterelnök látogatása és a jelenleg Budapesten zajló vizes világbajnokság miatt több helyen dugók nehezítik a közlekedést a belvárosban. Azok az alternatív útvonalak, amiket eddig is használunk és használtak a kollégáim, jó része le lesz zárva, illetve hát a dugók miatt szinte megközelíthetetlen lesz. Izraeli miniszterelnök a rendszerváltás óta nem járt Magyarországon. Benjamin Netanyahu Orbán Viktorral folytatandó kétoldalú tárgyalása mellett a visegrádi négyek kormányfőivel is találkozik majd. Üdvözlöm a stúdióban Gyarmati István, biztonságpolitikai szakértőt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Budapestől érkezett? Igen. Milyen volt az útja? Jó volt, köszönöm, nem kereszteztük az izraeli miniszterelnök. Nem keresztezte, igen, ez nagyon-nagyon fontos. Egyébként itt Balatonfüreden is ma egy picit azért feszesebb lesz minden, mert 9:50-től ugye indulnak a versenyek, úgyhogy köszönjük szépen, hogy pontosan időben ideért. Biztonság technikai, biztonságpolitikai szempontból milyen jellegű, milyen minőségű intézkedések szükségesek az izraeli miniszterelnök érkezésekor? Ja, az izraeli miniszterelnök a világ második legjobban őrzött embere az amerikai elnök után. Veszélyeztetettségét tekintve én azt gondolom, hogy még veszélyeztetettebb, mint az amerikai elnök, hiszen ugye Izrael hosszú évtizedek óta célpontja az a fundamentalista terrorizmusnak, és ez sajnos nem szűnt meg mostanáig sem, bár ugye kevésbé látjuk ezt most Izraelben, de jelen van, mert elvonja a figyelmet az európai terrorizmus. Tehát őt nagyon őrzik 24 órán keresztül, éjjel-nappal, állandóan a WC-re sem mehet ki úgy, hogy ne őrizzék. Ugye ennek a nagy része, ennek a biztonsági intézkedéseknek az nem látható, hiszen a felderítés a legfontosabb része, de hát azért van egy ilyen utolsó védővonal is, amit látni lehet a tetőn révő fegyveresektől a csatornákba bújó fegyveresekig, és hát az útlezárásokig. Tehát igazából amit mi látunk, amit mi észlelünk, az csak a jéghegynek a csúcsa. Egy nagyon pici csúcsa, és ugye azt kell mondani, hogy ha ez a része a biztonsági intézkedéseknek kell, hogy működésbe lépjen, akkor az már óriási nagy kudarc. Ugye, tehát meg kell előzni ezeket. Bocsánat, tegnap lehetett arról hallani, hogy az egész repülőteret lezárják, aztán a TEK végül is úgy döntött, hogy mégsem. Ez nem tudom, hogy végül is hogy alakult. Nem kell lezárni az egész repülőteret, de igazából ugye, hiszen nem jön ki a miniszterelnök, hanem a futópályán félreállítják a gépét, és oda megy hozzá az autó, de hát azért nagyon vigyáznak, hogy biztos, ami biztos, ne történjen semmi, ezért van az, hogy a repülőtérnek a forgalmában is, hát ugye a légtér forgalmát lezárják ilyenkor, és hát ez a fontosabb egyébként, csak ezt nem látjuk, és hát magát a repülőteret is nyilván átmeneti időre legalább lezárják. Egy picit megtenni, hogy beavat bennünket olyan részletekbe, amiről talán kevesebbet hallani, ami talán a nyilvánosság előtt fedett, takart, és hát ugye kevésbé publikus, hogy mi mindenre kell figyelni egy ilyen kaliberű személyiség érkezésekon? De röviden, ha meg akarom kerülni a választ, akkor azt mondom, hogy mindenre kell figyelni. Tehát ugye elvileg, ugye, amikor berepül a légtérbe, különösen manapság, amikor ugye a piacon lehet váról indítható rakétákat beszerezni szinte, ha nem is a Lehel piacon, de az ukrán piacokon biztos. A drónoknak a repülése veszélyes lehet ugye egy repülőgépre, vagy ugye vannak már olyan, mondjuk ezt az izraeli biztonság
biztonsági szolgálat az nyilván kiszűri, de történt olyan, hogy pilótákat elvakítanak egyszerűen lézerpointerrel, hogyha a szemükbe világítanak. Tehát hihetetlen óriási nagy spektruma van annak a veszélyhez, azoknak a veszélyeknek, amikre figyelni kell. És hát elsősorban persze arra, hogy ilyenkor az egész izraeli hírszerzés azon állandóan azon dolgozik, hogy ezeket a terrorista fenyegetéseket kiszűrje. Relatíve sok időt tölt itt nálunk, ugye a miniszterelnök. Mennyi ideig tart egy ilyen látogatás előkészítése? Hát hónapokig igazából. Ugye először is politikailag, de hát biztonságilag is. Biztos vagyok benne, hogy hetekkel ezelőtt már elkezdődött. Ugye nem olyan jó régen nálam járt vendégségben a CIA igazgatója, és hát a házam körüli biztonsági intézkedéseket kb. Két héttel előtte már bevezették, a szomszédaim utáltak is ezért. Tehát nyilvánvalóan hetekkel ezelőtt megkezdődött, elsősorban tervezés, ugye hiszen itt a vezető szerep bár formálisan a magyar biztonsági szerveké, de hát az izraeliek ezt nem szokták átengedni másnak, tehát nyilvánvalóan egy nagyon szoros együttműködés van a TEK és az izraeli biztonsági szervek között. Pont ezt akartam kérdezni, hogy ilyenkor kiknek, milyen szervezeteknek kell összedolgozni, és milyen mértékben, de akkor nagyjából erre megválaszolt. Igen, hát ugye Magyarországon igazából joghatósága a magyar szerveknek van, tehát velük kell nagyon szorosan együttműködni, de hogy mit csináljanak, mikor, azt nagyon erőteljesen koordinálják, hogy finoman fejezzem ki magam. Az izraeli miniszterelnök látogatása kapcsán milyen egyéb személyek védelme merül fel? Hát mindenki, aki a környezetében van, ugye az veszélyeztetett lehet, de hát alapvetően ráfigyelnek a biztonsági személyzet. De hát mindenki, aki jön a kíséretében, vagy akivel találkozik, tehát mondjuk a miniszterelnöki hivatal nyilván az eddiginél sokkal jobban fogják őrizni, amikor előtte, utána, amikor találkozik a miniszterelnökkel, a magyar miniszterelnök, vagy a V4-es csúcs találkozó résztvevőit, hát azt gondolom, hogy a négy miniszterelnököt együtt nem szokták annyira őrizni érthető okokból, mint amennyire most fogják az izraeli miniszterelnök miatt. Nagyon szépen köszönöm, hogy leutazott a kedvünkért, és jó utat kívánok visszafelé. Köszönöm szépen a beszélgetést.